A szerbúrára készülnek a Magyar Kanizsai Általános Iskola diákjai. Többségük nyelvtudása hiányos, a hétköznapokban nem sok lehetőségük adódik a szernyelv használatára. A gyerekek azt mondják, korábbi szertanáruk nem tudott magyarul, így ha valamit nem értettek, nem tudták megkérdezni. Az új tanáruk játékos módszerekkel tanít, így rövid idő alatt többet megtanultak, mint az elmúlt évek során. A családomban nincs szerb, és nem nagyon kommunikálunk szerbül. Az előző évben, hát, hogy is mondjam, olyan tanárnénk volt, aki nem nagyon tanított semmit. Szerintem az elég fontos nyelv, hogyha már Szerbiában élünk. Tavaly volt egy olyan tanárunk, akinél egyáltalán nem ment, mert nem úgy adta át az anyagot, ahogy kellett volna. A szerb nyelvet oktató tanárok szerint a gyerekek azért ütköznek akadályokba az államnyelv elsajátítása során, mert azt környezetnyelvként tanítják. Nem a nulláról kezdik, mint például az angol nyelv oktatását. Tankönyveink úgy vannak felépítve, mintha szerb anyanyelvű gyerekeknek tanítanánk a tantárgyat. Sajnos közösségünkben nem igazán hallják az utcán a gyerekek a nyelvet, ezért nem elég az az oktatás így, ahogy most történik, csak az iskolában. A Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában egynapos továbbképzést szervezett a Magyar Nemzeti Tanács, azzal a céllal, hogy megváltozzon a szerb nyelv oktatása Vajdaságban. Régóta szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a gyermekek, akik magyar nyelven járnak iskolába, általános iskolába, középiskolába, nem sajátítják el kellőképpen az államnyelvét, a szerbet, és ebben szerettünk volna segítséget nyújtani a pedagógusoknak. Az Oktatási Minisztérium dolgozik a nyelvtanítási módszereinek megváltoztatásán, ez azonban egy hosszabb folyamat. A Magyar Nemzeti Tanács addig is segíteni kívánja a szerb nyelvet oktató pedagógusokat, hogy megszerettessék a szerb nyelvet a gyerekekkel.